Üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok, én kisöksítvénk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban itt leszünk Csernobilban, azaz Pripyat környékén 1985-ben, és itt fogunk most egy Minecraft Survival-t csinálni, illetve elkezdeni, és megpróbálunk itt túlélni Csernobilban, ahogy itt tökéletesen meg van építve, és semmilyen plusz dolgot nem vihetünk, és bent kezdünk a gyárban, és ki kell jutnom úgy, hogy élek. Szóval ja, gyertek velem, szevasztok! Na srácok, itt is vagyunk most már bent az irodámban, hogy láthatjátok, itt is vagyunk, amúgy van egy ilyen nagyon menő, ilyen nem tudom, hogy így kivilágítja, hogy amire nézek, csak már kicsit kezd idegesíteni, viszont így jobban fog kinézni a Minecraft. Itt vagyunk egy nagyon menő kis irodánkban, ott van egy ilyen keresztes, ilyen zászló, és van nálunk rengeteg féle minden, ilyen alapkezdő cucc, viszont ezeket nem én addoltam le, tehát hogy ezek így vannak, szerintem ezeket használhatjuk. De elsősorban engem a térképek érdekelnének, és tudunk sajátot is. Van nálunk egy-két kaja, van nálunk sapling, szóval ilyen alap dolgokat tudunk szedni. Ezek itt voltak az inventoriumban, amikor beléptem a világba, tehát hogy ja. Nézzük a térképeket, várjatok. Na srácok, gyorsan megoldottam ezt a problémát. Oké, itt vannak itt ilyen térképeink, amin látszik egy hatalmas tó. Ezen így konkrétan semmi. Ezen is semmi, és ez meg így most, ahol itt mi így vagyunk, szóval ja. Na mindegy srácok, az kellene, hogy akkor innen kijutunk. Ezek a ládákban, ahogy látom, nincsen semmi, viszont az ágyat mindenképpen el kellene vinni. Jézusom, közben itt így nem tudom milyen érdekes dolgok vannak. Gyorsan meneküljünk innen kifele, és kellene szedni nekünk fát. Jó, van egy ágyunk, illetve van kajánk, egyelőre az jó, illetve ezt átrakom szerintem ide, és akkor így, nem tudom, így alapjátom fogja így világítgatni a dolgokat. Na srácok, most vagyunk igazán elég nagy, hogy mondjam, kakiban, ugyanis beesteledett, ami nem lesz jó, hogyha itt a Csernobilba itt elszabadulnak a zombik. Tehát, hogy azért csernobili zombik, azért az egy elég durva dolognak hangzik. Na várjatok, gyorsan kell nekünk mindenféle dolog. Kell nekünk crafting table elsősorban, szóval szedjünk ki 4 darab fát. Ez így elég érdekes egy ilyen mapon túlélni, de szerintem pont ez, ami így érdekessé teszi ezt a videót, hogy azért ez egy, nem egy normális survival, hanem egy ilyen mapon kell túlélnünk. Van vízünk, hogyha szerzünk még egyet, már lesz örök vízünk, tehát hogy azért okosak legyünk. Jó, vigyünk szerintem fáklyát is mindenképpen, az lehet, hogy jobban is világít a kezünkbe, nem tudom. Menjünk lefele és nézzünk be mindenféle szobába, hogy itt mizu van. Itt, ez mi? Könyv. Jó, az se rossz, vigyük, ezt is vigyük. Ezt nem tudjuk elvinni, jó, nem baj. Ládákban van valami? Semmi nincsen. Jó, itt vannak könyvespolcok, azok jók lesznek később encsantoláshoz, hogyha kellenének. Ebben hogy gyorsan csináljunk már egy izét, miért nem csináltam, és kellene. Várjatok, facsákányát szerintem azt már ki lehet szedni, szóval akkor nagyon gyorsan kellene nekem 5 darab fa még. Ott van hiába, amúgy 27 darab saplingem van, tehát hogy annyi kezdésem így van, hogyha kijutunk így ebből a gyárból, akkor ott el tudjuk vetni a fákat, és utána el tudunk kezdeni egy normális survival-t, ugyanis hogyha nem tudnátok, akkor azért a fa az alapja a survival-nek, ami azért szerintem így most már egész jól működni fog. Na nézzük, így, és én ott voltnám rengeteg bot, miért kellett kiszednem azért még többet, jó, nem baj. Gyors, ezt szedjük ki, gyerünk, sietni kellene, hogy menjünk el innen, oké, okay, és akkor van már egy poti főzünk, az már egy nagyon jó dolog. Azt hittem, az egy crafting table volt. Oké, okay, nézzünk be mindenhova, virág, tökéletes, jó, ott végignézek, semmi nincsen ott, okés. Menjünk tovább, sietni kellene, ugyanis minél gyorsabban kellene eltűnünk innen, mert minden nagyobb a radioaktivitás, szerintem ez így valahogy így működik. Jézusom, mi ez itt? Ajaj, jó, elég sötét van, oké, menjünk, ott van közben az ilyen gyári épület, meg a mindenféle itt oldalt, ahogy láthatjátok. Jajaj, menjünk, várjatok, így gyorsan, nem? Jézus, nagyon fáj az ujjam, most itt szétnyomogattam, jó, nem baj, menjünk. Vasblokk. Jajaj, nekünk kellene mindenképpen egy vassákány, vagy egy... Várjatok, kő! Itt kőből van az alja, jó? Okosan. Jó, ez az alja, oké, okay, szerintem ezt itt szedhetjük. Oké, okay, akkor szedjünk ki, így már van 2, 3, mert szerintem külsákánya még nem lehet kiszedni a vasblokkot, de ezt nagyon gyorsan meg tudjuk nézni. Oké, okay, így, és akkor csinálunk kardot is. Bam. Azért ez már egy elég jó survival felszerelés ahhoz képest, hogy csak itt vagyunk itt Csernobilba szerintem. Így szedjük ki, és ezen már ki lehet szedni a vasblokkot, kérlek. Meg vagyunk mentve, srácok! Itt tudjuk szedni a vasblokkot, és most már így kint is vagyunk, de még egyelőre szerintem nem kellene kimennünk, csak gyorsan szedjük ki. Ez itt micsoda? Vannak le... Úristen, hát ide van pokolva minden Csernobilba konkrétan, ami nekünk csak kellene így a túléléshez. Jó, ezt vigyük ezerre. Mi? Nem tudom felvenni. Jó, a virágok helyére vigyük el, meg a térképek helyére, mert őszintén szerintem ennyi térkép nem fog nekünk kelleni soha.
meg a virágok se különösebben, tehát majd ültetünk, hogyha kell. Mennyi vasblokk van nálam? 4? Szedjünk mondjuk egy 10-et minimum szerintem. Jó, 5? 6? Jó, srácok, az arra teljes vasszat, nem tudom, tudjátok ezt, meg amúgy vissza kell majd foltozni azért valamilyen blokkkal, várjatok. Nem tudom. Majd ott ilyen lépcsőkkel visszarakjuk, vagy csak kimegyünk ebből az épület részből, várjatok, menjünk innen. Itt nem tudunk tovább menni, nem ez konkrétan a kijárat. Vagy igazából mehetünk ki is. Tudjátok mit? Menjünk itt ki és menjünk át egy másik épületbe, hogy gyorsan kraftoljuk le akkor magunknak a vasszettet, meg a pajzsot, meg a mindenfélét. Ott az micsoda? Ja, azt hittem az egy pók. Jó, menjünk be. Jézusom, itt azért nagyon sötét van. Tegyük le a fákját, jó. Mi itt most el leszünk, ide bújjunk be. Oké, hát nem talál ránk semmilyen radioaktív lény. Így, oké, van már 90 darab vasunk, azért az már egy elég jó dolog. Gyorsan csináljunk mindenfélét, ami csak kelleni fog. Így. Ne! Kettő sisakot csináltam, jó, mindegy, igazából belefér. Hogy kell? Melvérted? Így. És... Na, így. Tedd már normálisan. Így. Oké, okay. És akkor most már van egy teljes vasszettünk, azért az már egy elég jó dolog. Kellett volna még fát szedni, srácok, mert ez így most nem jó, mert nincs nálam fa, és nem tudok csinálni fapszucokat magamnak. De miért ne tudnék otthon nálam a bot? Olyan hülye vagyok, meg én megint elfelejtettem, hogy van nálam bot. Így. És akkor most már csináltunk ásót, kardot, csákányt és fejszét. Így, és akkor szerintem most már csináltunk amúgy egy kapát is, hogyha úgy van. És rakjunk még egy botot, így. Na most már akkor van egy teljes vasszettünk. Innentől szerintem már kb. Megnyertük amúgy a játékot, eddig kellett eljutni itt Csernobilba. Így, ez itt ilyen szövőcucc. Ezt is vihetjük meg, akkor már vigyük szerintem a redstone fákjás cuccot is. Oké, itt fel tudunk menni, ez micsoda? Jó, itt is van egy ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt, ilyen folyosó, azért ez jó sok vasba kerülhetett az embereknek. Jó, és akkor kellene találnunk nekünk csak sima földet, amit igazából ki tudunk szedni onnan alulról, és akkor tudunk ültetni fákat, és akkor már van végtelen mennyiségű fánk, és akkor ki tudjuk építeni az egész birodalmat. Amúgy, srácok, hogyha szeretnétek ebből a Csernobilos ilyen túlélő sorozatból még több részt, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, még nincsen vége. De csak kíváncsi vagyok, hogy szeretnétek-e, illetve srácok, ne felejtsétek el, hogy gyertek el Nyíregyházán április 1-én a mi rendezvényünkre, ugyanis most le vannak akciózva a jegyek, a normál jegy 2500-ról csak 2000 forint, illetve a prémium jegy 5000 forintról 4000 forintra van leakciózva, amivel kaphattok koncertet. Ahogy tudjátok, vannak ugye zenéink, és a tényleg amúgy meg is kell köszönöm nektek, a Nyári Gyerek elérte a 500 000 megtekintés, szóval tényleg köszi szépen, srácok. Na de amíg itt pofáztam, addig itt nagyjából átmentem egy másik épületbe, ahol amúgy szerintem már jártam. Vissza kéne rakni amúgy. Hol az? Jaj, azt hittem kiloptam. Jó, oké, akkor nem bajom, úgyhogy kiszedtük azt a fákját, mert akkor most nem lenne lámpánk. Így is elég kevés látszik. Az ott mi volt? Láttatok ti is valamit? Esküszöm, egy kicsit a szemem sarkában, mint hogyha láttam volna valamit. Jó, ide menjünk be. Ez itt... Hát, érdekes, jó, minden egyelőre jó lesz, nézzük meg, hogy itt ki tudjuk-e szedni a földet alóla, vagy ez itt így milyen, aha, oké. Okay. Itt szedjük ki a padlót, és akkor ültessünk ide fákat. És ahogy látom, van nálam 2 darab bone meal, amivel, hát, ha meg tudunk indítani már 1-2 darab fát. Na, várjatok, így menjünk erre fele. Így, és akkor már lesz egy-két andezitünk is, vagy ez micsoda? Andezit. Jó, amúgy srácok, ti tudjátok ennek a három ilyen kőnek a nevét? Hogyha igen, akkor írjátok le kommentbe. Az egyik az andezit, a segítek, a másik G-vel kezdődik, a harmadik pedig D-vel kezdődik. Ugye van egy fehér, van ez az ilyen kőszínű, illetve van, ami nem tudom, olyan, mint ez a dzsungelfa színű, azt nem tudom, hogy mondjam, ilyen bronz színű. Írjátok le kommentbe, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudjátok, ugyanis én nagyon-nagyon későn tanultam meg ezeknek a nevét. Jó, oké, szerintem már lassan így elég lesz, mert tényleg csak arra kell, hogy egy-két fát ide így lepokolgassunk, így nem tudom, hogy ezért most kiszedjem-e ténylegesen az egészet, várjatok így. Így, nem tudom, hogy ez itt egyáltalán kinőhet amúgy, ott arra fele várjatok, lehet a közepét kellett volna amúgy alapjáraton kiszedni, mert így az az értelmes, mert különben amúgy nem tudom, hogy egyáltalán a belmagasság miatt meg tud-e nőni a fa, de lehet, hogy kinő a fa, ami meg nagyon nem lesz jó. Mi van? Itt van egy ilyen titkos lyuk, oké. Ezt én egyelőre visszafedem, mert nem szeretnék kiesni a világba. Hát igen, itt érdekes dolgok vannak itt Csernobilba. Na várjatok. Így. És... 2 nem elég? Nem már. Na várjatok, akkor itt kiépítek szerintem egy ilyen középső utat, és a... Vagy nem, pont nem középső kellene, annyira hülye vagyok. Ide oldalra kellene, várjatok itt. Ássuk ki.
És akkor itt végig tud menni a víz, mert várunk el, először ki kellene szedni az egész andezitet, és akkor ott csináltunk egy jó kis farmot, és az a következő része már annyi fát fog termeszteni nekünk, hogy el sem fogjuk hinni. Szóval ja, ez most egy ilyen befektetés a jövőbe. Na várjátok, srácok, így szedjük is ki, és értitek, hogy mire gondolok, nem? Itt így végig, és akkor végig tud menni a víz. Mert tudunk kraftolni még vödröt, és ha jól láttam, valahol volt még víz, ahova el tudunk menni, és akkor tudunk hozni, és ott már végtelen víz. Pánám, egyelőre rakjuk szerintem így, akkor ott, nem tudom, ott kimegy a víz, de megrakjuk végig, ahogy csak tudjuk a fákat, de inkább szerintem, hogy kinőtt! Kinőtt a fa! Kinőtt a fa! Vagy mi az Isten, hogy nőnek ki ezek ennyire gyorsan? Nem tudom, de elég érdekes, gyorsan hozok vizet még, várjatok, srácok. Hol lehet víz? Az atomreaktorokba kell víz, nem? Apa? Gyors kiütöm, visszarakom, így. Az atomreaktorokba kell víz, nem? Az alap. Mi a? Ilyen gyorsan kinőtt az egész? Most ha be se tudok menni. Srácok, itt milyen kertet építettünk ide, hát meg ki van nőve az összes fa. Ez azért elég komoly. Na várjatok, ezeket gyorsan vágjuk már ki. Erre csinálok ilyen ollót. Így mondjuk, mit tudom én a rózsának a helyére, azt most őszintén annyira nem érdekel. Így a sapling az fontosabb. Kicsit így ezt visszedjük le, hogy elférjünk a fáktól, mert hogy azért itt legyen valami normális levegő, mert oké, hogy a fa az itt csinál nekem levegőt, tehát mondjuk itt el tudok lenni a végtelenségig, de azért na, el nem kompután kérek el tőle. Jó, oké, és akkor most, jó, oké, most már csak fánk van. Ezeket meg így szépen lassan kivágosgatjuk, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam, és mi vagyunk a legboldogabbak a világon. Hát srácok, amúgy lassan ez a rész szerintem ennyi is lett volna, mert azért már elég sok mindent csináltunk ebben a részben, és már van egy teljesen organikus kertünk itt Csernobil közepén, és eddig egész okés, nem hallottam robbanást, szóval az még egyelőre nem következett be. Hogyha szeretnétek következő részt ebből a sorozatból, hogy itt élünk túl Csernobil közepén 1985-ben Pripyat mellett, akkor mindenképpen dobjatok egy like-ot és iratkozzatok fel, én kis voltam. Szevasztok!